pici nagy fedő nem volt erre? Nem láttam. De, ott van. Zsíron megpirítottam a hagymát. Szép pirosra. Aztán ebbe beletettem a piros paprikát. Mikor ez összesült egy picit, akkor felöntöttem bőven vízzel. Ebbe ment bele a halászi alapanyag, ami jelen esetben a pontyoknak a retilézett gerinc maradványa, valamint a fej és farok része. Ezt az egészet jól összefőztem. Miután lefőtt a csontról a hús, passzírozógépen átpasszíroztam a halhús. Tehát a halászlébe csak a hús maradt. A gerinc részét a csontokkal kidobáltuk belőle. Az így keretkezett alaplevet azt beízesítettem. Borsa, sóval, paprikával, ételízesítővel, halászlékockával. Ezt az egészet összefűztem, majd ebbe raktuk bele a filézet és darabolt pontszeleteket. Miután ez az összefűzött lé pár perc alatt elkészül, tulajdonképpen készen is van a halászlé. Ön, aki ezt elmondta? Én Korpás Attila vagyok, szenvedélyes horgász, és hát halászlé a tiszteletek főzni. Gyerekek ide, hogy emeld a horgászt! Na mondom, eszembe jutott ma, az akkor mondtam el nekik, hogy mit akarsz a végkívül. Szól a gép. Szerben a nappal nem lehet. Érted, mindig bőle. Sára, pénzre, valaki. Aha. De kellene egy kosar. Amit az egyszeri anyjének ez az anyja. Azt érdekel, édesanyám, éjjel, de megjártam. Egy legényel a bajtába, együtt háza. Az a legény az igazi kúszott felé. Még valami fura dolgot dugott felé. Olyan volt az, mint egy jó képes volt. Láva, időn mutatta, lát, hona dugta. Humbe nyomta, honki húzta, humbe nyomta. Ott a végén alaposan meglocsolta. Azóta a lábam között mindig viszket. Hasam is fáj, pedig nem ittam rossz vizet. Édesanyám, hogyha eljön az a legény, kérdezze meg, mi a csodát tudott felé. Azóta nincs se éjjelem, se nappalom. Én azóta mindig azt a legényt várom. Édesanyám, hogyha eljön az a legény, mondja neki, hogy csak még egyszer dugja be. Tudom, hogy itt lesz a szüreti bál majd megrendezve, és szóltak, hogy hozzak egy kis szőlőt. Amit most tettem... És ön milyen titulusként van ide vezényelve? Boros gazda vagy? Hát szőlős igen, gazda? Szőlős gazda. Szőlős gazda. Szőlős gazda. Mennyi hold szőlője van? 10 hektár. 10 hektár, gyönyörű. És a munkások most mit csinálnak kint a szőlőben? Hát most szerintem pihennek. Pihennek. Így van. Tegnap jól laktak? Az biztos. És a mai tevékenysége mi lesz még? Hát, kipréseljük a szőlőt, hordóba öntjük, és utána... Szétosztjuk a mustat. Így van. Mindenki. Milyen fajta szőlők vannak a... Concordi. Az tudja, hogy milyen a Concordi? Persze. Az milyen ból lesz? Aki megissza, mi lesz tőle? Hát, pityókás. Ezt régen úgy mondták, hogy dinka. Dinka? Mert kövi dinka. De annyit falazott nekem! Ez igaz, ez meg minden tőle, mint... Kőműves? Nem, az baj, hogyha nem falazok, nincs meg ez a ház, tehát... Igen. Mekkora szép nagy ház. Ez igaz! De nem, de Nem,
akkor előről húzzunk egy kicsit, hogy ide. Itt jó? Reméljük, hogy itt is megmarad. Eldugta a drága, de nem gondolt rá a kis madárka, hogy akad elég sógor, hitelnó meg jó bor a kocsmába. Eldugta a drága, de nem gondolt rá a kis madárka, hogy akad elég sógor, hitelnó meg jó bor a hullámba. Akkor kis a jó kedvem, ha tőle, haza megyek, csin az asszony érte. Ha haragszik, elfordulok tőle, ott várnak, és kurájon véle. Örvel mindig el. Megzettet meg! Ez római, ott van egy kis templom, az a görög. A felvég felé menjünk? Igen, igen. Tehát itt is. Én gondolom, akkor a magtárnak meg majd föl. Amit most tettek át. Most a református templom. És itt van a katolikus. Itt. Igen. De ez görög, ugye? Vagy jó? Nem, a görög az ott van, és a Luther tárral szemben. Meg van még itt egy itt gyűlökezet, itt az iskola, mert négy. Itt az ott lenne a vásár. Hallottam. Jó, Istenem, mit is ismertelek? Na, igen, ne fény!